A már hagyományosnak mondható esemény kiváló alkalom a vezetők és fenntartók találkozására, a tapasztalatok és a jövő építésével kapcsolatos tervek megosztására. A rendezvényen köszöntött mondott Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, Pintér Szilárd polgármester, valamint Kerenyi Zsolt alpolgármester. Tavaly indult ez a kezdeményezés, hogy a város területén lévő egyházi fenntartású intézmények vezetői jöjjenek össze egy viszonylag kötetlen beszélgetésre egy munkaebéd keretében, és nagyon jól sikerült az előzőben, ezért most ismét megrendezésre került. Hála Istennek gyarapodnak az egyházi fenntartású intézmények, és felszokták tenni a kérdést, hogy miért jobb, ha egy intézmény egyházi. És erre nagyon-nagyon nehéz válaszolni. Hát a hívőbb ember azt mondja, hogy jó Isten talán közelebb van, a kevésbé hívőknek pedig ezt nagyon nehéz elmondani. Talán arról van szó, hogy könnyebben szervezhető egy egyház intézmény a mai körülmények között. De emlékeznék arra vissza, édesapám orvos volt, és amikor kezdő orvos volt, akkor még voltak olyan nővérek a kórházban, akik apácák voltak. És mondta, hogy annál jobb nem volt, mert azok éjjel-nappal rendelkezésre álltak. És valahogy mindig ez a gondolat ugrik be nekem. Igaz, hogy ma már nincsenek, vagy nagyon kevesen vannak az apácák, szerzetesek, papok, de valahogy mégis ennek a szellemisége tovább él, én úgy érzem. Rácz József elmondta, hogy a meghívás közös ünneplés a megbecsülést jelképezi. Rácz József vagyok, a Tolnai Református Egyházmegye esperese, és ebben a minőségemben vagyok itt, mint a városban szolgálatot végző Margaréta Református Óvoda fenntartójának képviseletében vagyok itt, hiszen az egyházmegye elnöksége gyakorolja a fenntartói jogokat e felett, az intézmény felett. Azt gondolom, hogy egy olyan találkozón vagy közösségi alkalmon lehetek itt, amit nagyon fontosnak és jónak tartok, hogy a város vezetése úgy gondolja, hogy a különböző oktatási, nevelés és egyéb intézményeknek a képviselőit, fenntartóit meghívja egy közös találkozásra, ahol itt az egyházi fenntartók is jelen vannak, és ők is beszélgethetnek egymással, láthatják, hogy ki milyen munkát végez, vagy végzett eddig, és ez úgy gondolom, hogy azt szolgálhatja, hogy az itt élő emberek felé az evangélium hirdetését is jelentheti ez sok esetben, és ez azt gondolom, hogy jó irányban van, és jó az, hogyha egy városvezetés ezt így gondolja, meg az intézményeket fenntartók számára is úgy ítélem ezt meg, hogy a megbecsülésünket jelenti ez a találkozás, hogy számítanak ránk, végezhetjük tisztességgel, hűséggel a munkánkat, és ez egy szép gesztus. Két éve vette át a Máltai Szeretetszolgálat az Eszterházi Középiskolát Dombováron. Azóta megduplázódott a diákok száma, mondta Taisz Miklós. Nagy örömmel jöttem már másodszor, tavaly is, meg idén is megrendezésre került ez az évnyitó rendezvény, ahol polgármester úr meghívására az egyházi fenntartók, akik Dombovárban illetékesek megjelentünk. Ez egy nagyon jó fórum arra, hogy kötetlenül beszélgessünk, hasonló problémákkal küzdünk, oktatás, szociális szféra, stb. Egyébként a Dombovári Eszterházi Középiskolát, szakképző intézményt mi nem sokkal több mint két éve vettük át a Málta részéről az államtól, és azt kell mondjam, hogy minden képzeletünket felülmúló fejlődésen megy át ez az iskola. Nem akarom szerénytelenül azt mondani, hogy ez nekünk köszönhető, de csak hogyha a száraz tényeket nézzük, amikor átvettük ezt az iskolát, akkor kicsit kevesebb, mint 600 diákunk volt az Eszterháziba. Most 1200 fölött vagyunk, tehát mondhatom, hogy megdupláztuk a diák létszámot. A diákjainknak jelentős része felnőtt egyébként, de több mint 400-an vannak a nappal is diákjaink is. Tehát úgy érzem, hogy sikerült még vonzóbbá tenni Dombováron is, és a környékbeli kis településeken is az iskolánkat. Jó hangulat jellemző az iskolára, és ami különösen
ritka, és nagyon örülünk neki, hogy egy igazi innovatív hangulat van. Tehát egy olyan műhelyt sikerült, egy olyan tanuló szervezetként működik az iskola velünk, a Máltés Szeretett Szolgálattal, fenntartóval közösen. Folyamatosan keressük, kutatjuk az utakat, lehetőségeket, eszközöket, hogy a diákokhoz olyan módon viszonyuljunk, olyan képzési módszereket alkalmazzunk, amely számukra is vonzó, inspiráló, élmény alapú, gyakorlatorientált oktatást tesz lehetővé. Vízvendégként érkezett Potápi Árpád János, aki a közös összefogás erejéről tartott beszédet. Egy hagyomány már az itt Dombóváron, hogy a polgármester fogadja az egyházi vezetőket, illetve az egyházi intézmények vezetőit és a képviselőtestület meghívott tagjait, annak érdekében, hogy egyrészt az előző évről tapasztalatokat meg tudják beszélni, másrészt pedig az új esztendőnek a fontosabb dolgait megvitassák, és egyáltalán azt a folyamatot, amit itt elindítottak Dombóváron, azt hogyan tudják továbbvinni. Szerintem egy nagyon előremutató jelenség az, ami az elmúlt években történt Dombóváron ebből a szempontból is, hiszen látjuk azt, hogy a történelmi egyházak, az intézmények működtetése területén sokkal nagyobb és aktívabb szerepet vállalnak, mint a megye többi részén. És én ezt nagyon jónak tartom. Ez a folyamat szolgálja mind a szülők, mind a gyermekek, hozzátartozóknak az érdekeit, akár az oktatásra, akár pedig a szociális területre gondolunk. A mai napon munkája elismeréséért díjat vett át Budapesten. Mai napon a budai várban ünnepélyes keretek között vehettem át a Vekerde Sándor Kárpát-medencei díj innovációs külön díját. A Magyar Nemzeti Bank elnöke, illetve egy bíráló bizottság döntött a személyemről. Nagy megtiszteltetés az, hogyha az ember munkáját megdicsérik, vagy díjazzák. És ez azért is nagyon fontos, mert én azt gondolom, hogy a gazdaságfejlesztés területén is a nemzetpolitika 2015-től idáig nagyon jelentős eredményeket ért el. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy gazdasági szempontból is egyre inkább egységes Kárpát-medencéről beszélhetünk. Az évnyitó közös ebéddel majd pezsgős kocintással zárult.